Első nemzetközi versenyén vett részt Kis András, a Gyulai Barber Sportklub atlétája. A gyulai versenyzők 2017-ben kezdett bele a funkcionális fitnessbe, idén pedig már magyar válogatottként vett részt a világbajnokságon. A Svédországban megrendezett vb n több mint 22 ország 300 versenyzője mérettette tette meg magát. Ez volt a három nap alatt, hat tesztfeladat kellett végrehajtunk a versenyzőknek, amely teszelte a maximális erőket, az aerob kondicionáló képességüket, a saját esős gyakorlatokat is volt benne, még kettő kevert feladat is, amelyet megtalálható volt benne az olimpiai súlyemlés és a kézisújzókkal végzett gyakorlatok, és nehezített gimnasztikai elemek is voltak, amely számomra teljesen új dolgot képzett, de gondolom erre is kellőképpen felkészültünk és azért két feladatban egyéni úgy sikerült elérnünk. A háromnapos versenyen naponta két feladatot kaptak a versenyzők, amelyekben a legtöbb ismétlésszámot kellett elérni adott időn belül. Volt olyan versenyszám, ahol meghatározott ismétlésszámú gyakorlat feladatsorait kellett kombinálva teljesíteni minél kevesebb idő alatt. A gyulai versenyző három feladatban sikeresen teljesített az első nemzetközi versenyén, és összességében elégedett a teljesítményével. Igazából nem tűztünk ki konkrét helyezést, hogy milyen helyen szeretnék e, szerepelni ugye, a hétvége alatt, de a saját elsős feladatban sikerült több ismétlést csinálni, mint itt az edzésen, illetve még volt a egy szakítós feladat, ami kevert gyakorlatokból állt, súlyemelés, saját lesz, súlyos, minden mozgásforma megtalálható volt benne, azon sikerült jobb teljesítmény nyújtani, mint itt edzésen. Kis András a jövőben több külföldi versenyen szeretne részt venni. Céljai között szerepel, hogy eljusson a 2022-es világbajnokságra, melyet Moszkvában rendeznek meg.